köszöntöm a nézőket, idén Etyek adott otthont a megyenapnak. Itt a köztérben a díszközgyűlésről, programokról, rendezvényekről tájékozódhatnak. Hagyomány Fejér megyében a megyenap minden évben egy olyan különleges településen rendezik meg, ahol példaértékű fejlődés, közösségi munka zajlik. Idén Etyek adott otthont a programoknak. Kiváló alkalom arra, amikor is a hagyományok, a múlt, a jelen, a jövő találkozik. A szükséges óvintézkedések betartásával tartották meg a 2020-as megyenapot. Ahogy Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke fogalmazott, az egyik legmegyeibb nap több olyan eszmével bír, amelyeket fontos évről évre feleleveníteni. A megyenapnak fontos rendeltetése azon kiváló embereknek az elismerése, díjazása, akik az év folyamán olyan kimagasló tevékenységet tettek, szakmai munkát folytattak, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, megyeszerte, de tágabb körben is. A megyenap ugyanakkor egy kiváló lehetőség arra is, hogy a megye mindig egy új pontját alaposabban bemutatva, a figyelmet ráirányítva a nagy közönség irányában, megmutathatunk olyan helyi értékeket, mint a szerű település és területfejlesztést, megvalósult kulturális együttműködés programot, helyi közösség erejét, amely szintén példaértékű mindannyiunk számára. A megyenap alkalmas arra is, hogy áttekintsük és értékeljük a megye teljesítményét, gazdasági, környezetvédelmi, szociális és minden szempontból egyaránt, és merem remélni, hogy a megyenap éppen ezért arra is alkalmas, hogy ezen a napon kötetlenül egy kicsit, természetesen még egyszer mindenkit arra intve és óvva, hogy a legmaximálisabban betartsuk a védőintézkedéseket, de egy kicsit örüljünk is egymásnak, a Fejér megyei emberek munkájának és azoknak az eredményeknek, amiket közösen elértünk. Ha szellemi voltát nézzük és eszmeiségét a megyenapnak, akkor Szent István megyében azt gondolom, hogy nem túlzás az, ha azt mondjuk, hogy a megyenap egy Szent Istváni tanúságtétel, mégpedig a magyarságnak a teremtő ereje, a nemzeti hagyományaink és a keresztény értékeink alapján egy iránymutatás, egy üzenet, amely mindenképpen megmutatja azt a sors és tudatformáló erőt, amelyet a mi megyénk üzen minden megyei lakosnak és üzen a honfitársainknak, szélesebb körben az egész világnak. És a megyenap kapcsán még egy eszmei pontot szeretnék kiemelni. A megyenap egy kiváló alkalom arra, amikor is a hagyományok, a múlt, a jelen, a jövő találkozik. Megidézzük a múlt emlékeit, nagyapáink, dédapáink, ükapáink által alkotott produktumokat, hozzáhasonlítjuk a mostani jelenkort, és a hagyományokat megpróbáljuk továbbvinni az utánunk jövő generációk irányába. A hagyományok ápolása minden nap, minden megyenap központjában állnak, ha csak a megyenapi egyik programpontunkra gondolunk, a Fejér termék programra, melynek jelszava is hagyomány, érték és minőség. Láthatjuk, hogy a hagyomány számunkra milyen fontos. De a hagyomány fontosságán túl annak jelentősége és továbbvitele és őrzése is fontos. Szerintem leginkább Mórus Tamás gondolataival, illetve szavaival tudom megfogalmazni a hagyomány fontosságát, mely szerint a hagyomány az nem hamu, amit őrizni kell, hanem láng, amit tovább kell vinni és tovább kell adni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A megyenap helyszín választása idén sem véletlen. Egyek nagyközség, itt a Pannonia szívében, miniszterelnöki biztos úr elnevezése és programja szerint, egy olyan zászlós hajó fejlesztések terén, amelyre országosan büszkék lehetünk. A Pannonia szíve program keretében 2 milliárd forint hazai forrásból újul meg Egyek nagyközség az elmúlt időszakban. 100%-osan nemzeti forrásról beszélek, Magyarország kormányának és miniszterelnök úr támogatásának köszönhetően. Ennek keretében itt Etyeken megújulhatott az Újhegy, az Öreghegy, a Kecskegödör, a Körpincék, a megújulhatott a Magyarkút és környékének szakrális tere. Elkészülhetett egy 40 km összefüggő kerékpárút Etyek, Bicske, Csapdi, Tarján között. Elkezdhettünk egy olyan fejlesztést az Öreghegyen, ami jelenleg is folyamatban van, hogy buszparkolókat építünk, eltüntettük az itt égtelenkedő csúnya távvezetékeket,
összközművesítettünk, tehát komoly fejlesztéseket valósítottunk meg egyek vonatkozásában. A helyszín választásnak is megvan a célja, még alaposabban megismertetni egy települést a megyében, ami igazán méltó a figyelemre. Idén egyekre esett a választás. Egyekről nézve a 2020-ban megrendezett megyenap, először is nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egyekre várhattuk Önöket vendégként. Másodszorban pedig, mint jó példa, járhat előttünk, és abban az új törekvésben, amely tavaly október óta egyeken megjelent, nagyon jó példaként járhat előttünk. Ma hajnalban, mikor futás közben eljöttem megnézni a látogató központunkat, minden rendben van a mai rendezvényen, akkor ez a molinó ragad meg legjobban a fejemben, és a későbbi sportolás során ezek a fontos szavak, mint hagyomány, érték és minőség forogtak a fejemben. Hogy miért is? Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék vagyunk itt a Kárpát-medencében, hogy a világ legszebb helyén élhetünk. Ezen belül Fejér megye, és számunkra pedig egyek jelenti a világ közepét. Azt gondolom, hogy minden igazi hazafi saját hazájáért és szűkebb hazájáért ha dolgozhat, még pedig azon értékekkel, amelyel a most itt ülő kitüntetettek egész életükben nyomot hagytak maguk után, akkor az ránk nézve is kiváló példával járhat, és azt kívánom itt az egyeki közösségnek, hogy ezzel jó példákkal magunk előtt próbáljuk meg azt a hatalmas teljesítményt, amelyel mostan kitüntetettek Fejér megyét és Fejér megye lakosságát a korábbiakban szolgálták. Ezzel a alázattal és természetesen a keresztény nemzeti értékrenddel, a magyar kormánnyal, az itt ülő vezetőinkkel, a hátunk mögött azt gondolom, hogy kellő sikerekre tehetünk szert. Mint ahogyan azt jelen rendezvényünk külsőségei is mutatják, furcsa világ vesz körül bennünket. Mindannyian kikényszerültünk a megszokottból, el kellett hagynunk megszokott komfortzónánkat. Valljuk be, félelemmel tölt el bennünket a körülöttünk zajló események sora. Annak ellenére, hogy büszkék vagyunk arra, hogy országunk kiemelkedően sikeresen védekezett az egészségügyi veszélyhelyzet első hullámának a kezelése során, mégis most féltjük egészségünket és életminőségünket egyaránt. Magyarország kormánya a nemzeti konzultáció eredményének ismeretében és annak figyelembevételével az emberekkel való egyetértésben jól tudja, hogy Magyarországnak működnie kell, hogy egyszerre kell védekeznünk a járvány ellen, és működtetnünk az országot. Ezért került mintegy 600 milliárd forint kifizetésre annak érdekében, hogy felkészítsük a magyar egészségügyet az új kihívásokra. A legfontosabb számunkra, magyar emberek számára az emberi élet. Ezért kell kötelező jelleggel elvárnunk és szigorúan betartatnunk a járványügyi intézkedéseket mindenkivel, mert csak így tudjuk majd megvédeni az időseket és mindenki mást is a vírussal szemben. Tisztelt ünnepi közgyűlés! A megyenap legfelemelőbb pillanatai azok, amikor kiemelkedő emberi teljesítményeket jutalmaz közösségünk. Engedjék meg, hogy most én is köszönetet mondjak
mai nap kitüntetettjeinek, mind azért a teljesítményért, amivel hozzájárultak településük, megyéjük, hazájuk és nemzetük boldogulásához. Ferenc pápa a 2 évvel ezelőtt megjelent apostoli buzdításában ajánlja az életszentségre törő mai keresztény embernek a boldogság tanításának a végén, hogy örvendjetek és újjongjatok. Ez a pápai dokumentum egyértelműen rávilágít arra is, hogy az életszentségre törekvés mindannyiunk feladata, hogy a szolgálat, az ember üdvösségének szolgálata, amivel az Úr sokakat megbízott, éppen az életszentségre törekvés szolgálata. És hogy az örvendezés és újjongás a napjainkban elhangzó torz kényszerképzetek ellenére nem csak tökéletes körülmények közepette valósulhat meg, hanem éppen ellenkezőleg. Olyankor a legnagyobb az üldözöttség és a megpróbáltatások közepette is, megélhetjük mindezt. Ha végig pillantunk megyénk mai ünnepeltjei, kitüntetettjei között, akkor nem nehéz éreznünk a megpróbáltatásokat, a nehézségek súlyát, az üldözöttséget, amik önök kényszerültek megélni, az önökre bízott emberek és a saját maguk üdvösségének szolgálatában. Mégis mindezek ellenére az önök tiszta, áldozatos, szent meggyőződést sugárzó tekintetét látva, mi ma is elsősorban az örvendezés és az újjongás érzése az első, ami betölti az ember szívét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miként azt már említettem, a megyenapi rendezvényünk külsősége is arról tanúskodnak, hogy ma valami furcsa világ vesz körül bennünket. Ám ez a világ nem csak csupán a külsőségekben tekinthető furcsának és betegnek. A mai világ mindent majd a saját erőmből megoldok embere olyan tudást magasztal, ami egy Isten nélküli embert és egy Krisztus nélküli egyház képét igyekszik elénk rajzolni. Ha a megyénk mai kitüntetettjeire, ünnepeltjeire nézünk, jól láthatjuk, hogy az ő példájuk más belső tartalmakat és más tanítást hordoz. Hordozza a 8 boldogság tanításának oly sok követendő és ajánlott képességét. Az áldó imádság mellett egymás türelmes elviselését, az örömöt és a humort, a bátorságot és a buzgóságot, nem utolsó sorban a gonosz elleni küzdelem sikerét is. Őszinte elismerésünk és köszönetünk példamutatásukért, kedves mindnyájunknak. Az ünnepi közgyűlésen Fejér megye díszpolgára kitüntető címet kapott Mezőszentgyörgyi László az utánpótlás nevelésben és a versenysport irányításában elért érdemei elismeréseként, valamint Müller Cecília országos tisztifőorvos az egészségügyben a koronavírus elleni védekezésben nyújtott fáradhatatlan munkájáért. Kicsit zavarban is vagyok, hiszen oly sok köszönetet, hálát és szeretetet kaptam az utóbbi időben, hogy ezt talán nehéz is befogadni. Fejér megye számomra az otthont jelenti. Tolna megyéből indultam, de itt alapítottunk családot, itt lehetünk otthonra. Innen indulok minden nap munkába, és ide térek vissza. Fejér megye az otthonom. Számba próbáltam venni sorjába azokat a személyeket, akik segítettek engem több évtizedes munkám alatt, de ez borzasztóan sok, és ez nagyon nagy öröm számomra. Megjelennek arcok, mosolyok, és hálás vagyok
hála ébred bennem. Még középiskolás volt a fiam, ami rendkívül meglepett engem, hiszen egy ilyen vagány srác nem szokott ilyeneket mondani sűrűn. Egyszer az autóból kitekintve azt mondta, hogy szerinte ez a Mezőföld a legszebb az országban. És akkor eszméltem rá, hogy tényleg sikerült gyökeret vernünk nekünk Fejér megyében. Az emberek, a környezet, a Duna, a Velencei tó, ez már mind hozzátartozik az életünkhöz, a családunkhoz, és különösen is személy szerint az én drága páromat szeretném különösen értékelni, aki mindig mellettem, mögöttem van és biztat, előre nézünk. Én itt új barátokra, új társakra lehetem, és nagyon sok erőt ad nekem ez a mindennapok során is, biztatást. Köszönöm szépen a szeretetüket, és nem szaporítom a szót, hiszen fel kéne nekem sorolni Dunaújváros, Mezőfalva, Nagyvenyim, Székesfehérvár, Veszprém után újra Nagyvenyim, aztán Dunaújváros és Székesfehérvár, és most Budapest. Mindegy is, hogy hol vagyunk, de hogy honnan indulunk és hova térünk haza, hol hagyjuk le a fejünket pihenőre, ez nem mindegy. Számos cikk közül egyet emelnék ki. Azt írták róla, mert nem tudom, hogy honnan szedték, de biztosan az egyik megnyilvánulásom alkalmával ez előjött, hogy csak otthon tud jól aludni. Igen, én Fejér megyében tudok jól aludni. Ez a kitüntetés rendkívül megható, megtisztelő, és egy édes terhet is jelent számomra, hiszen tovább kell vinni, tovább kell folytatni, akármilyen irányba is halad most a feladatoknak a sora, és mindnyájunkban valóban van feszültség számos, hiszen ez a pandémia nem mindennapi, de ezzel a megtiszteltetéssel, ezzel a szeretettel és ezzel a köszönettel próbálom tovább szolgálni, ami a kötelezettségem és a kötelességem. Én köszönöm, hogy egyeken lehetek. Én még soha nem hallottam harmonikával kísérni a himnuszt. És hát Müller révén ez nyilván nem áll messze tőle. Úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt számomra. És mivel rengeteg kitüntetett van, úgy látom a díjakból, ezért én csak megemlítem, hogy Exupérynek a fohászát szeretném ajánlani mindnyájunk figyelmébe, és én átadom szeretettel, mindenki megtalálja, most én ezt nem olvasnám fel, de ez az én filozófiám, ez az én jövőbeni tervem, és a kis lépéseknek a művészete, ez a lényeg. Egész életemben így haladtam, és ha jó Isten engedi, akkor ezt követem ezután is. Nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést. A megyei önkormányzat által alapított elismeréseket is átadták, mások mellett Majoros Gábor, a Vadex ZRT vezérigazgatója, és Reszegi Imre, vezető megyei mentőtiszt is kitüntetésben részesült. Hagyomány, érték, minőség, ez a három szó jellemzi minden évben a megyenapot. Idén is keresték a megyekorzó legszebb standját, bemutatkoztak Fejér megye minőségi termékeket előállító termelői és kézművesei. Rendkívül jó teljesítünk, kaptunk más helyzetet tavaly a Verencekorzón, második helyzetet voltunk Soponyán. Ez a termék, ami itt van, a paprikáról szól. A Nagylóki Szociális Szövetkezet dolgozói termelik, és ők dolgozzák fel, és árusítják. Nem csak, hogy nem hogy hungarikumról, de konkrétan egy mezőföldi különlegességről van szó. A mezőföldi különlegesség, a bevizsgálás megállapította rendkívül jó minőség. Ez a talajnak is köszönhető, ami a mezőföldnek ugye egy értékes dolga, hogy elég magas aranykoronát ér el, és nagyon jó termékek vannak rajta.
És hát azt azért így objektíven mondhatjuk, hogy az egyik leglátványosabb standról beszélünk, sok érdeklődőt szokott vonzani? Igen, igen, mindig tetszik, fényképeznek sokan, odállnak a baba mellé, a strandra, ugye a paprika, ami itt elkészült egy elég nagy monstrum, ez is egy különlegességnek számít. Minden évben megfűzik a lányok, és akkor hozzuk. Nagyon sokféle fajta mézet termelünk a feleségemmel, 200 méh családdal termeljük ezt a sok mézet, és kimondottan arra szakosodtunk, hogy többféle mézet tudjunk a vásárlóknak, illetve az érdeklődőknek felkínálni, mivel nem csak egy-két féle méz van, hanem nagyon sokféle virágról tudnak gyűjteni a méhek, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor ilyen sokféle fajta mézet tudunk produkálni, ami ízbe, aromába, színbe teljesen különböző a többitől. Mennyi vevőre számít ma? Jönnek azért? Bízom benne, hogy sok érdeklődő lesz. Nem mindenki vevő, de próbáljuk népszerűsíteni a mézet. Erre áldoztuk fel a szabadidőnket és az egész életünket jóformán. Ugye először a mézes árusnál kezdtem, körbe fogok menni és megnézem, hogy mi a felhozatal. Mit választott? Én mézet, mi rendszeresen fogyasztunk mézet, évek óta házmézet fogyasztunk a családba, és meg kell mondanom, hogy amióta minden nap egy kanálkával eszünk a házmézből, és ugye köztudott, hogy a házméz az ilyen gyulladáskátló is, és azóta, amióta eszük a házmézet, azóta egyszer sem voltunk náthásak például, tehát nem voltunk betegek, úgyhogy megvédi az egészséget, valamint hát nagyon egészséges, és mondjuk finom. A megyenapon délelőttől estig gyermekprogramokkal, interaktív játéktérrel szórakoztatták a kisebbeket és nagyobbakat a Fejér megyei Értéktár pikniken. Az imént tehát az egyeki megyenapon tehettek látogatást, egy a közelmúltban és közeljövőben folyamatosan fejlődő településen. Köszönjük, hogy velünk tartottak!